Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy heti jóslás február 19-éig. Február 13-án hétfőn lesz egy kis feszültség. Mégpedig azért, mert hiányzik az életerő, hiányzik a lelkesedés, fáradnak és kimerültnek fogod érezni magadat. Február 15-én találkozik Vénusz bolygó Neptun bolygóval. Vénusz bolygó kihat ránk hölgyekre, de szimbolizálja a szeretetet, a szerelmet is. Neptun bolygónak két oldala van. Ez lehet egy álom, és ha ebben bízol, ha hitsz ebben az álomban, akkor ez az álom megvalósul. Ha te ezt nem tudod elképzelni, és úgy gondolod, ó, ebből a szerelemből úgysem lesz semmi, akkor Neptun bolygó bizony csalódásokat válthat ki. Február 16-án Szaturnusz bolygó és a nap együtt hat. Szaturnusz bolygó segíthet abban, hogy egy álom megvalósuljon, hogy formába öntse ezt az elképzelést, és a nap az megvilágítja a témákat, tehát tisztán látod a dolgokat. Viszont Szaturnusz bolygó az lehet egy korlátozás is, és a nap jelentheti a kormányt, tehát kihat a politikai eseményekre, hogy további korlátozások lesznek egy bizonyos életterületen. Február 18-án Merkur bolygó és a Hold hat együtt. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket vagy a kommunikációt. A Hold az utalhat az anyukára, tehát anya-gyermek kapcsolat, vagy jelentheti az érzelmeket is, hogy megvan arra a lehetőség, hogy beszéljünk nyíltan érzelmekről. Február 19-én a Hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a mi földünkhöz. Ez egy úgynevezett Lilith energiamező. Itt az álmokról, a vágyakról, az elképzelésekről van szó, és mivel a Hold közel van a Földhöz, jelenti a reális dolgokat, tehát ez az elképzelés megvalósítható. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy a lelki társadra. Ez a két kártya köztetek azt jelzi, hogy mi köt össze benneteket. Itt van a nyilvánosság, az elismerés és a szerencse. Odafigyeltek egymásra. Az ő gondolataiban megjelennek itt ezek a kártyák. Ő töpreng valami felett. Vannak még gondok, de ő elbúcsúzik ezektől a negatív gondolatoktól, és választ egy új irányt, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik a napokban azon, hogyan tovább, milyen irányba, és itt van a remény arra, hogy javuljon a helyzet. Mögötte a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, vagy bizonyos szerződéseket. Feléd tekint, itt van a szerencse. Az is lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged. Ami az otthonotokat illeti, itt megszépül valami, vagy lehet egy látogatás, egy ajándék, és a csillagok szerencsét hoznak. A munkát illetően ez a kép jelentett egy spirituális területet, és a könyv a tudást, vagy a továbbképzést. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a képek mutatják a te gondolataidat.
Itt betekintesz a mélybe, és úgy érzed, hogy valaki megbántott téged, vagy valaki szeretne fájdalmat okozni számodra. És tulajdonképpen így is van, hiszen itt alattad megjelenik ez a hamis személy. Ez lehet egy hölgy, lehet egy férfi, és a képen egy hölgy látható. És ez a nő elgondolkozik rajtad, és tervez valamit, hiszen meg akar sérteni tégedet. Itt van a hamisság, itt vannak a fájdalmak. Az is lehet, hogy támadni fog, holott te nem tehetsz erről az eseményről, hiszen itt a lilium a közeledben jelenti a te ártatlanságodat, és mégis látható itt ez a terv, ez a gonosz terv, és ez a támadás a nő részéről. Itt mögötte a könyv jelenti azt, hogy eltitkol előled valamit, vagy mindent ugye a háttérből titokban irányít. Az is lehet, hogy ez a könyv a te tudásodra utal, és ez a nő irigy, mert ő is szeretne valamit elérni, különösen ami a hivatást illeti, és töpreng azon, hogy tudna téged elbizonytalanítani. Itt a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és ez a katonatiszt hoz itt fontos döntéseket. De megjelenik itt a háttérben ez a hamisság, tehát valaki becsap téged, valaki fájdalmat szeretne okozni számodra, vagy úgy beszél rólad, minthogyha te okoztál volna neki fájdalmakat, holott látható itt a te ártatlanságod. Ne foglalkozz ezzel a nővel, ne foglalkozz ezekkel az eseményekkel, hagyd magad mögött, hiszen itt látható a remény és a szerencse. Mindez magától meg fog oldódni. Nem kell ezekkel az eseményekkel foglalkozni. Inkább tekints a párod felé, hiszen ez a párkapcsolat hozza a reményt és a szerencsét is. Itt a hajó ugyanúgy, mint itt, az jelenti a reményt, de ez lehet egy külföldi kapcsolat vagy utazás, esetleg egy belső út, egy spirituális terület, vagy a párkapcsolatot illetően egy lelki kapcsolat kettőtök között mély érzelmekkel. És a korlátozások, ez a hamisság, vagy ez a katonatiszt, aki megpróbál parancsolgatni, döntéseket hozni, ez elmúlik, hiszen a kasza segít ebben, elvágja ezeket a kapcsolatokat, vagy ezt az eseményt le tud zárni valamit, és akkor olyan hirtelen a napokban javulni fog a helyzet. Lesznek olyan boldog pillanatok is, hiszen itt előtted megjelenik fortuna, és kiosztja a szerencsét számára is, és számodra is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!